Ez itt a Képtár, köszöntöm nézőinket! Új kiállítással várják a látogatókat a Bóbita Báb Színházban. Szeptember 14-én nyílt meg a Szász Zsolt munkáiból válogatott tárlat. Az alkotó rendkívül kidolgozott, apró részletekkel igazi esztétikai élményt nyújtó munkáit az év végéig tekinthetik meg. A látogatók a 60 éves Szász Zsolt pályájáról kapnak egy keresztmetszeti képet a bábjai bemutatásával. Szász Zsoltnak, a Nemzeti Színház dramaturgiának, a szcenárium felelős szerkesztőjének jubileumi kiállítása nyílt a Pécsi Bóbita Báb Színházban szeptember 14-én, ami december 31-ig lesz látható. A Blattner díjas bábművész pályafutását 1978-ban, 19 évesen a debreceni Vojtina Báb együttesben kezdte, ahol 10 évig tervezőként, rendezőként, színészként és műhelyfőnökként tevékenykedett. 1994-ben megalapította a független Hattyúdal Színházat, de az élvonalbeli magyar bábszínházakban is korszakos jelentőségű előadásokat hozott létre. Rendszeresen meghívunk tervezőket a kiállításainkra, tehát van egy sorozatunk, hogy a szakma legjobb tervezőinek időnként lehetőséget adunk, hogy megmutassák eddigi munkásságukat, és hát most egy olyan embert hívtunk meg, Szász Zsolt bábművész személyében, aki kötődik is a Bóbitához, valamint mondhatom azt, hogy hihetetlen jelentős az ő bábos múltja, és itt ebbe beleértem azt, hogy bábszínész, bábrendező, tervező, kivitelező, fesztiválszervezőként az elmúlt 30 évben nagyon sok mindent letett a magyar bábszínházak, bábművészet asztalára. És hát egy véletlen egybeesés is volt, amiről én, amikor meghívtam, hogy legyen idén egy kiállítása, kiderült, hogy idén 60 éves, tehát számára is ez egy érzelmileg is jelentős kiállítás, tehát egy picit saját magának is összefoglalta az eddigi munkásságát. Természetesen a terem mérete azért korlátokat szabott, így is 12-13 előadásának a legjellegzetesebb bábjait, maszkjait, jelmezeit meg tudjuk itt mutatni. Én azt hiszem, hogy minden tervező előbb-utóbb megtalálja a saját hangját. Zsoltnál is ez nagyon látszik, tehát itt a bábokon, hogyha végignézünk, akkor a stílusjegyek. Az egyik legfontosabb, hogy nagyon szeret fával dolgozni, gyönyörűen megfaragott, míves fa bábokat láthatunk, és hát itt hozzá tartozik, hogy nagy részét saját kézzel faragta ki. Nagyon jellemző Zsoltra, hogy akár a magyar múlt emlékeit felidéző előadásokat szívesen hozott létre, vagy keleti történeteket vitt színpadra, tehát akár itt mellettünk van egy talizmán, szintén keleti népek meséiből, vagy két japán mese, az egyik egy bóbitás, közel 20 éves előadásunknak a bábjai. És tehát ez megmutatkozik, és a technikákban is. Tehát, hogy a marionett technika sok előadásában megjelent, valamint a bunraku báb, és a bunrakunak is a klasszikushoz hasonlító, tehát nagyméretű, több szereplő színész által mozgatott bábok, és hát a maszkok, tehát még legalább 30 hasonló maszkot ki lehetett volna állítani, ami szintén nagyon jellemző Zsolt munkásságára. A történelem, az emlékek felkutatása, tehát
ott hátrébb van a három köröztény leányról, amit csináltak előadást, de hát ugyanilyen jellemző volt, hogy utcaszínházi előadásokban szintén a régi korok, a középkori utcaszínházi formának a felelevedítése, és az ehhez kapcsolódó szekér, attribútumok, jelmezek, díszletek, tehát mind azt a kort próbálják felidézni, és lehetőség szerint elég hűen, és ez az anyaghasználatban is meglátszik, tehát a fán kívül nemes szép anyagoknak a használata megmutatkozik a munkáiban. A kiállításon az idén 60 éves alkotó Bábos életművének legjobba kerül bemutatásra, amint egy 70 általa készített báb és maszk mellett gazdag képanyag is reprezentálja ezt a maga nemében egyedülálló munkásságot. Szász Zsolt bábjait ebben az évben láthatja a közönség, de a következő esztendőben is folytatódik a kiállítások sora a Búbitában. Most már 8 éve van ez a kicsit nagyképűen Báb Múzeumnak nevezett három helyiségből álló kiállítóterünk. Én mondhatom, hogy népszerű, tehát egyrészt akik a Báb Színházi előadásokra jönnek, ők rendszeresen följönnek, de hétköznap most is már voltak a mai nap délelőttjén látogatók, hétvégeken is jönnek, nagyon sok turista keres fel bennünket. És hát ez is egy vonzerő, hogy ebben a teremben, a középső teremben 3-4 havonta új kiállítást teszünk ki, tehát évi 3 kiállításra van lehetőségünk, tehát ez is arra sarkalja a nézőket, hogy bekukkantsanak hozzánk. Ennek a kiállításnak az zárása december 30-a, 31-én lesz, gyakorlatilag a szárnyas malac nappal zárul, és január elején lesz az újabb kiállításunk, ahol pedig két kollégánk, Búdiné Kövecses Anna, illetve Nagy Kovács Géza bábjaiból, díszleteiből, jelmezeiből lesz kiállításunk. De addig mindenkit arra biztatunk, hogy nézze meg a Most múlik hirtelen címmel nyílt jubileumi kiállítást Szász Zsolt bábművész munkáiból. A kifinomult megmunkálásnak köszönhetően érzelmek jelennek meg a figurák arcán, az élményt pedig tovább fokozza az igényesen sok díszítéssel készített ruhájuk, ami ámulatba éti a nézőket. Beton és víz. Ez volt a központi témája az idei Szigetmonostori Betonszimpóziumnak, ahol 8 szobrászművész 2 hét alatt készített alkotásokat. A műveket a Pécsi Nick Galériában október 13-áig láthatja a közönség. Idén 6. alkalommal rendezték meg a Beton arcai kiállítást. A tárlaton látható alkotásokat 8 szobrászművész készítette a Szigetmonostori Betonszimpóziumon mindössze 2 hét alatt. Mint minden évben, ezúttal is a királyegyházi Lefarge cementgyár szervezésében zajlott mind a szimpózium, mind a tárlat lebonyolítása. Jelen pillanatban több mint 20 alkotás az, amit megtekinthető. Az idei évben ugye a víz és a betonnak a keveréke tulajdonképpen az, ami adta a művészteletnek a mottóját vagy a tartalmát. Itt a művészeknek az volt a feladat, hogy összekapcsolják a vizet, illetve a betont. Ez a két leggyakrabban használt anyag a Földön, úgyhogy egy nagyon izgalmas művészeti alkotások keletkeztek ebből a gondolatiságból, illetve idén még van egy újdonság ennek a művésztelepnek, az pedig az, hogy nemzetközi vizekre is eveztünk, tehát egy művész Kanadából érkezett erre a művésztelepre, és a betonnal szintén ő az, aki kiemelkedően foglalkozott így a víz témakörével karöltve. A szervezők nem kötötték meg a művészek kezét, így a szobrászok szabadon alkothattak a beton és a víz témák megjelenítésével. Ez egy annyira magával értetődő téma, hogy nagyon nehéz hozzányúlni pont emiatt. Nem is volt egyszerű ezt így meghozni, ezt a döntést, hogy a vízzel, mint témával nekiálljunk, és a művészeket e felé tereljük, de azt gondolom, hogy egészen frappáns megoldások voltak. Hogyha a munkáimról kell beszélni, akkor én egészen absztrakt módon álltam hozzá, én például mosógép
csomagolásához használt hóngoracelt használtam az egyik alkotásnál. Hát itt ugye a mosógép is, ugye a mosógépben cirkulált víz volt az, ami meghatározta ezt az anyagot, és ebből hoztam létre egy teljesen didaktikus, egy abszolút geometrikus szobrot. A másik szobromnál pedig a szférikus jelenséggel, a felhőkkel foglalkoztam. Itt ez egy erősen pigmentált, színezett betonszobor volt, ahol ugye az alapvető fehér és a kék égnek a színe határozza meg a formát, illetve a szobornak a megjelenését. Ezek így örvénylenek benne, mint a víz, vagy egyszerűen a levegő. És a harmadik munkánál pedig a kék szín volt, ami egy teljesen evidens, ilyen abszolút alapasszociációs szín, ugye a vízre, ezt használtam egy geometrikus formán. Az én esetem így jelent meg, de volt, aki például egy indiai ciszternát konstruált meg betonból, gyönyörű szép építészeti architektonikus elemeket kreált betonból. Van, aki egyszerűen a tengeri lényeket, medúzákat jelenítette meg munkáikon. Valaki meg egyszerűen, mint molekulárisan határozta meg, vagy fogalmazta meg a vizet. Tehát, hogy egészen szerteágazó megjelenési formái vannak az itt kiállított műveken belül, hogy ki hogy látja és hogyan értelmezi a vizet. Idén felkérés alapján vettek részt a szimpóziumon a művészek. Fekete Léla szobrász hallgató most először alkothatott a művésztelepen. Tulajdonképpen én 3 szobrot készítettem el, ebből 2 kapcsolódik a vízhez, egy pedig, ami itt látható, az a saját gondolatom. Az egyik munkámat úgy készítettem el, hogy a víz hullámait leredukáltam geometrikus formákra, és tulajdonképpen itt csak ennyi volt a koncepció. Tehát, hogy minél egyszerűbben szerettem volna ezt átadni, és minél légiesebben, illetve szerettem volna, hogyha egy ilyen nagyon érzékeny forma jönne létre. A másik munkám az egy nagyon spontán dolog volt. Ott az volt a lényeg, amit a Varga Tiborral készítettem el. Az volt a lényeg, hogy születésnapja volt, és kapott születésnapjára egy dinnyét. És mikor megettük ezt a dinnyét, ugye felszeletelve, eszünkbe jutott, hogy mi lenne, hogyha ezt a dinnyét újra összeraknánk ebből a szeletekből, és abban öntenénk betont. És tulajdonképpen ez úgy is kapcsolódik a vízhez, hogy mivel egy gyümölcs, sok vizet tartalmaz, de ez mondom, tehát tényleg ez egy spontán dolog volt. És ebből született egy munka, amit fotodokumentációkkal állítottunk ki. Ezeket Kovács Attila készítette, és tulajdonképpen ennyi. Ez a harmadik munkám, ez pedig egy ilyen saját dolog. Amikor elkészítettem ennek a negatívját, akkor egy ilyen nagyon örvénylő formát szerettem volna létrehozni, de minél egyszerűbb elemekből. Tehát ez is egy ilyen geometrikusabb dolog. És akkor láttam, hogy ez úgy néz ki, mintha egy ilyen panel rengeteg lenne, egy ilyen panel dzsungel. És ennek tulajdonképpen a negatívja jött ki, és ezért lett Szellemváros a címe. Mert hogy ezek a kis kockák, amik ugye itt láthatók, ezek tulajdonképpen nincsenek is ott, csak a befoglaló formája. És ezért, mintha ott lenne, de még sincs ott. Az utóbbi évenben jöttem rá, hogy én nagyon szeretem a betont, én csak ezzel szeretnék most foglalkozni egy darabig. Ezelőtt dolgoztam természetesen más anyagokkal is, de a beton az igazi nekem, úgy érzem. És hát miután lediplomáztam, őszintén szólva még nem tudom, hogy mit fogok csinálni, de az biztos, hogy szeretnék egy műtermet, és betonnal szeretnék nagyon foglalkozni. Illetve még beton művésztelepekre járni, ha ez lehetséges, persze.
Premier előadással indult a Pécsi Balett idei évada. A táncosok Karl Orff, Carmina Burana művének színpadi változatát adták elő, melyet Vince Balázs rendezett és koreografált. Karl Orff Carmina Burana című művének táncszínházi adaptációját láthatta a közönség a Pécsi Nemzeti Színházban. A Pécsi Balett premier előadásával egyben a 13. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó is elindult. Vince Balázs kapott egy kihívást ezzel a dologgal, mert egy külföldi koreográfusunk tervezte ezt az előadást, amit aztán utolsó pillanatban lemondott, és Vince Balázs, a Pécsi Balett művészeti vezető és vezető koreográfusa kapta meg aztán ezt a feladatot, és lett belőle egy ajándék, úgy néz ki, és hát nagyon érdekes, és nagyon izgalmas, és nagyon sajátos az előadás. Mondjuk egy táncos, aki bejön az első percbe, és a 72. percbe is benne van, mint a női főszereplőnk, az nagyon-nagyon nehéz feladat közben, nem csak fizikálisan, hanem művészileg is, és meg kell változni, és át kell élni bizonyos dolgokat. Rendkívül nehéz, azt tudom mondani. Még ha látványban úgy néz ki, mintha kibírható lenne, azt hiszem, hogy nincs az a sport, ami ennyi mozdulatot követel, és olyan egy ilyen előadás, mint egy olimpia. Tehát 100 000, nem tudom a számát megmondani, hogy hány mozdulat van egy ilyen előadásban, és hányféle mozdulat, és a testrészeinket hány felé tudjuk fordítani. Szóval a koordináció nagyon erős feladat, és hozzá még a fizikalitás is, és hozzá az előadó művészeti teljesítmény. Azt tudom mondani, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen műfaji határátlépés, mert ilyen jellegű táncelőadást én még nem láttam, ahol ennyire erősen szerepel a szenírozás és a színpadi látvány. Nagyon erősen része a dolog hangulatának, helyszínének. Olyan, mint egy ilyen science fiction film. Igazából jó lenne, ha ebből filmet lehetne csinálni. A táncosok a technikai világ és a természet csatáját mutatják be. Vince Balázs, a darab koreográfusa és rendezője, személyes gondolatai alapján álmodta meg ezt a táncszínházi előadást. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus zenei mű. Én azt gondolom, hogy talán az egyik, mondjuk balett zenei feldolgozásban egyik legismertebb zene. És úgy gondoltuk, hogy itt az ideje. Talán azt hiszem a 90-es években Herzog István csinálta a Pécsi Balettnek utoljára a Carmina Buránát, és úgy éreztük, hogy a repertoár egy ilyen körkörös forgás, visszatérnek az előadások 10-15 évente, és most újból itt vagyunk, hogy gondolkodtunk, és úgy éreztük, hogy akkor ezt most nekünk be kell mutatni, természetesen a 21. századi elképzelésekkel, gondolatokkal. Gyakorlatilag az én gondolatom az volt, hogy egy kicsit a jövőképet megmutassuk, amiben nagyon sok pozitívum és nagyon sok negatívum van, és megmutassuk a régi gyökereket, amiben az őseink és az emberek az elmúlt 2000 évben éltek. És ez egy párhuzamot próbáltam vonni, és ki a saját értékeit összecsomagolva egy teljesen új világot képzel el. Hát ebben próbálunk megsegíteni a nézőknek. Két világ van, egy érzelemteli világ, ahol a 21. századi eszközök végül is annyira beszippantották az emberi érzelmeket, gondolatokat, hogy ugye ezek hatás alatt vannak, és ezek irányítják, és vannak azok az emberek, akik nem akartak ebbe gyakorlatilag részt venni. És hát erről a két csapatról, vagy a két világról szól ez az egész dolog. Ugye a cyberek, ahogy mi hívtuk a próba folyamat alatt, ugye ők a jövő,
ők a jövőt próbálják, vagyis az én, amit én képzelek a jövőről, azt megmutatni, és az emberek pedig, azok pedig a lelket, az érzelmet, a szeretetet, az összetartozást és azokat a fontos értékeket, amelyek a mindennapokban kellenek ahhoz, hogy ez a föld működjön, létezzen, és mi is egymással együtt tudjunk élni. Ugye egy nagyon speciális díszlet van, ugye alapvetően ugye a balett műfajához kell egy balett szőnyeg. Én bár mindig törekszem erre, hogy ebből egy kicsit kitörjek, és most egy ilyen félköríves rámpa lesz, amiben mondjuk ha a fiatalok tudják abban ilyen biciklizni, vagy gördeszkázni szoktak ilyen félcsövekbe, és hát ebben is próbálunk táncolni és mozogni. Májusban kezdtük el a próba folyamatot, akkor majd egy 4 hetet dolgoztunk, és aztán augusztus elején újból kezdtük, és megint egy 5 hetet dolgoztunk. Van, amikor a balettteremben dolgoztuk, és van, amikor egy speciális helyen föl volt épülve ez a díszlet, hogy ebben is tudjunk próbálni, hiszen nekünk rettentően fontos ahhoz, hogy ebben a díszletben tudjuk magát, a koreográfiát kitalálni. Francia felütés. Ez volt a címe annak a hangversenynek, melyel ismét elkápráztatta a klasszikusok kedvelőit, a Pannon filharmonikusok. Francia zeneszerzők, mint Ravel, Debussy vagy Frank Martin művei csendültek fel. Többek között Ránki Fülöp zongora művész, Arno Bornkamp szaxofon művész is fellépett az esten, ahol Gilbert Varga a zenekar egyik vezető karmestere dirigált. Egy fiatal, tehetséges muzsikus is fellépett a Francia felütés elnevezésű hangversenyen. A 25 éves Ránki Fülöp komoly zenei tanulmányokat folytatott eddig, kitűnő érettségi zeneművészeti egyetem. Ezt megelőzően számos növendék hangversenyen lépett fel, énekelt a Magyar Rádió gyermekkórusában is. 2008-ban pedig az Országos Zeneiskolai Szolfés versenyen korcsoportjának első díjasa lett, ezen kívül az egész verseny nagy díját is elnyerte. Tanulmányai mellett évek óta koncertezik. Klukon Edittel és Ránki Dezsővel többször játszották Mozart 3-as hangversenyét, Keller András, illetve Kocsis Zoltán vezényletével. Most a Pannon filharmonikusokkal koncertezett, több napos, közös próbán vannak túl. Nagyon nagyszerű, ez most az első alkalom, hogy játszhatom a zenekarral, és egészen üdítő élményt jelent az a jó kedv, ugyanakkor koncentráció, ami jellemzi a próbákat, és egy egészen kivételesen jó ütemű előrehaladást eredményezett a próba folyamatban. Nagyon szívesen foglalkozom francia zenével. Ez igazából kiskorom óta meglévő vonzódás. Úgyhogy ennek ellenére érdekes, hogy eddig nem sokat játszottam tőlük, tehát például mondjuk Debussy vagy Ravel művei közül egyik, annak ellenére, hogy nagyon szeretem tulajdonképpen mindet, nagyon keveset játszottam. Úgyhogy ez mindenképpen a hosszú távú terveim közé tartozik, hogy az ő életművőkből minél több mindent eljátszhassam és megtanulhassak. Gilbert Varga vezető karmester személye adja az est apropóját és aktualitását, mondja Horváth Zsolt zeneigazgató. Szeretné gazdagítani a Pannon filharmonikusok hangzását, érzésvilágát, és ehhez a francia muzsika kiváló alapot ad, teszi hozzá a zeneigazgató. Gilbert Varga pedig egész zenei orientációját, szakmai pályafutását illetően mélyen kötődik a francia kultúrához, ezekhez a művekhez. Így aztán adta magát természetesen, hogy az évet oly módon szerkesszük, hogy Gilbert Varga koncertjein jellemzően francia-olasz muzsikák kerülnek előtérbe. Így indult tehát a ma esti évad. Debussyvel, Ravellel és Frank Martinnel, és ők hárman egy gyönyörű keresztmetszetet adnak ebből az illatfelhő, bele van a francia eleganciából, finomságból, könnyedségből, ugyanakkor nagyon zenei furfangosságból is, amely rájuk jellemző.
több szólistát köszönhetünk ma este a színpadon, hiszen egyrészt játszunk egy szaxofonversenyt Debussy-től, amelyben Arno Bonkamp a vendégünk, a világ első számú szaxofon szólistája, ha szabad egyáltalán ilyen kategóriát megállapítani, egy holland származású művész. Pár évvel ezelőtt játszottunk már együtt, és a pécsi közönség vastapsal köszöntötte és ünnepelte őt, valóban egy elragadó személyiség. És a szünet előtt valóban egy Frank Martin művet is előadunk, aminek három szólistája van. A három szóló hangszer, zongora, hárfa és cselesta, és a zongora mögött valóban egy fiatal művész, Ránki Fülöpet köszönhetjük, aki Ránka Dezső Klukon Edit házas művész, házaspár fia. Ő egyébként az egy sajátosság, hogy a Fülöp fiatal korában nem először dolgozik együtt Gilbert Vargával. Számomra is újdonság volt a szerkesztés során, hogy ők külföldi zenekarokkal Spanyolországban összetalálkozták már és ismerik egymást. A 19. század végén újjászülető, németes béklyóit levető francia zene egyik kulcsfigurája Claude Debussy volt, aki szakítva a wagneri hatásokkal, addig nem ismert lágy hangzatokkal és hangszínekkel kísérletezett. Maurice Ravel a századforduló másik jelentős francia zeneszerzője, Debussyhoz képest kevésbé utasította el a germán mintákat. Schuberti ideálok nyomán alkotta meg nemes és érzelmes keringőit. Bach és a második bécsi iskola mintái tükröződnek Frank Martin különleges versenyművében, amelyben a hárfa, csembaló és zongora triója mellett térben osztott vonóskar működik közre. A képtárat látták, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!